Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora május utolsó hétfőjén. Nagyszabású templom felújítási programot indított a görög katolikus egyház Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erről is szó esik a mai műsorban. Nézzük a kínálatot. Vizeink védelmében sokan dolgoznak a folyóink tisztaságáért. Felújítás, kormányzati támogatással korszerűsítenek a görög katolikusok. Fejlődő település, közösségi tereket újítanak fel Rozsájon. Történtek előrelépések a megyei folyók megtisztítása, pontosabban be nem szennyezése érdekében, de még nagyon az elején tart a folyamat. Mi a helyzet most vizeink tisztaságát illetően? Erről is beszélgetünk Szamos Ferenccel, a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság osztályvezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért fogalmaztam úgy, hogy inkább be nem szennyezésével, mert ugye nem arról van szó, hogy nem tudják megtisztítani mondjuk önök, vagy más hatóság, vagy igazgatóság a vizet, hanem az a baj, hogy belekerülnek ezek a hulladékok, és nem Magyarországon kerülnek bele, hanem részben Ukrajnában, részben pedig Romániában. Mekkora problémával állunk alapvetően szemben? Hogy kell ezt elképzelni annak, aki mondjuk nem látott még ilyet a saját szemével? Hát, hogy az elejétől kezdjem, általában ez 2000, ha visszatekintünk az időbe, 2004-től, jelentkezik ez a hulladékkezelési probléma, ahogy megjelentek ugye az úszó flakonok a vizeinken, amely szomszédos országokból érkeznek. Akkor még nagyon csak úgy tudtuk elhárítani ezt a szemétáradatot, hogyha az áruhullám levonulás után a hullámtéren összegyűjtöttük a palackokat. Erre történt ennek a kísérletnek a további fejlesztése úgy történt meg, hogy állami támogatással egy projekt keretében 2019-ben egy hulladék kezelési projekt indult el, ami szeptemberben el is készült, aminek az a lényege, hogy bizonyos hajókkal, hulladékkiszedő munkagépekkel igyekszünk a folyó felszínén úszó szemetet, hogy összességében mondhatom így, kiterelni a folyóból, és egy kiemelni onnan, és egy hulladék válogató depónia helyen ezt a mennyiséget szétválogatni. Ez 2019 óta, mióta használatba tudtuk venni ezt a gépláncot, 11 alkalommal már bevetettük, ebben az évben 2 alkalommal, és ezzel a hajó zárral, amit tulajdonképpen a meder fele szélességébe állítunk fel, ezzel a érkező hulladéknak a 80%-át ki tudjuk szedni. Ezt úgy kell érteni, hogy először ugye a árhullám idején jelenik meg ugye a kommunális és egyéb hulladék, akkor az elején a röngfák, tehát a faanyagok jönnek, a szerves anyagok, és majd később, mikor már az árhullám közepén megjelennek az ilyen háztartási szemetek, ami azt nem csak a palackokra kell gondolni, hanem itt egyéb labdától kezdve mindenféle otthoni eszköz bekerül a folyóba, és azt mi itt vesszük ki. Ebben a projekt keretében 4 kárkiszedő helyet építettünk ki, alapvetően eddig a 11 alkalommal leggyakrabban vásárosnaményi kárhelyen történik a kiszedés, ott a második Rákóczi Ferenc hídjánál, illetve Olcsvánál, ahogyha csak a Szamos folyón érkezik hulladék, akkor az olcsvai kanyarban kiépített kárhelyen szedjük ki a hulladékot. Na most a hulladék kiszedéssel ugye nincs vége, hogy csak kitereljük a partra, hanem azt tovább válogatjuk, és az érkező hulladékot ugye szervezve szervetlenre, és igyekezzünk a hasznosítás, amit lehet hasznosítunk, tehát utólagos, másodlagos hasznosítással, a műanyagot, üveget, fémet, azt külön gyűjtjük kézi válogatással, és van egy nagyon ügyes petkupa csapat, aki ezeket az anyagokat elviszi és újra hasznosítja. Természetesen, ami marad, hogy kerek legyen a történet, a röngfákat, azokat is hasznosítjuk, meg odaadjuk a környező önkormányzatok számára, térítésmentesen és szociális tűzafaként hasznosítják ezeket. Néhány hónappal ezelőtt volt a Megyeházán vendég Románia környezetvédelmi minisztere, egy magyar ember egyébként, Táncos Barna, ő azt mondta a Megyeházán, hogy igyekeznek mindent megtenni Romániában annak érdekében, hogy ezt megoldják. Mit tud róla, mit sikerült Romániában eddig megtenni azért, hogy ez a szemét hullám, ez ne jöjjön? Igen, elindult már Romániában is egy aktív szakmai munka abból a célból, hogy ők is építsenek kárkiszedő helyeket.
voltak nálunk is tanulmányozni a mi projektünket, tehát hogy valósítottak meg ezt a projektkiszedő programot. Ugye megnézték a kárhelyeinket, megnézték a hajóinkat, és ők is ennek alapján már elkezdték tervezni azokat a kárkiszedő helyeket, ahol ők is fel tudnak majd állni hajókkal, és már Románia területén ki tudják szedni a hulladék nagy részét. Tehát elindult náluk is egy szakmai munka etéren. Gondolom nagyon nehéz lehet ez, hiszen ez árhullám idején kell csinálni, amikor magasan van a árszint, a folyónak a vízszintje, ráadásul hatalmas a sodrás, és keresztbe kell, vagy majdnem keresztbe kell a hajónak megállni. Igen, olyan közel ugye 45-50 fokos szögbe állnak meg a hajók, és bizonyos vízszint felett, például Vásárosnaménynál, már nem tudjuk, hogy a gépek se tudnak dolgozni, mert annyira megemelkedik ott a hídlábánál a vízszint a folyón, hogy akkor már sajnos nem tudunk, akkor el kell engednünk az uszadékot, és akkor legközelebb Kiskörénél Szolnoki Vízügyi Igazgatóság tudja majd kiszedni. Ja, van egy nagyon fontos fejlesztés még, ez a figyelős szolgálat, ez részben magyar, részben azt hiszem ukrán együttműködésben épült, ez a folyó vízszintjét figyelik kamerarendszerrel. Ezt most a háború miatt mennyire tudják alkalmazni, mennyire működőképes, vagy ezt nem befolyásolja? Hát most nem befolyásolja a háború a megfigyelést. Ugye Ukrajnában 3 hegyvidéki területen van nekünk ilyen folyófigyelő. De ezt is önök üzemeltetik? Ezt is mi üzemeltetjük, hogy egyenesen kameraképet küld felénk, tehát egy monitoron tudjuk látni a folyón egy szelvényben, hogy jön-e uszadék vagy nem, például Rahónál vagy Dolhánál, és van egy ilyen kameránk a Tiszabecsi határszelvényben is, amely már infra tartományban is képes vizsgálni, tehát jelzi nekünk, hogy hány palack jön át a határszelvényen, mert egy olyan infrakamera van, ami elkülöníti a víz felszínétől ezeket a palackokat, és számolja is. Tehát egy ilyen riasztó funkciója is van alapvetően részünkre, de látjuk is a képernyőn ezt a felvételeket, és ez alapján, ha meglátjuk, hogy sűrűn jönnek, tehát nagy darabszámban jönnek a palackok, akkor a készültséget elrendeljük, és a hajók felállításáról intézkedünk. Alapvetően itt a érkező hulladékoknak a számolását egy mi általunk kitalált módszerrel, hogy egy percenként hány darab palack érkezik egy adott szelvényben, így tudjuk meghatározni, és hogyha általában ugye 35-40 szokott árhullám idején jönni mondjuk a Tiszán, 40-50 darab a Szamos folyón, de ettől függetlenül csúcsidőben lehet ez 200 darab is, és ezeknek a figyelésével, a darabszám figyelésével rendeljük el a vízminőségi készültséget. Még egy fontos téma, ugye nem csak a szemét ellen kell védekezni, hanem a magas vízállás ellen is. Folyamatos a munka, ugye tavaly volt 20 éve a nagy tiszai árvíz. Azok a fejlesztések, amelyek mostanság készültek el, vagy készülnek éppen, hogyan állnak most, mely ilyen tekintetben az év legfontosabb feladata? Igen. Most épül, ugye már befejezéséhez közelítődik fizikailag a Tiszatúr tározó, amely 42 millió köbméteres tározótérfogatot biztosít majd számunkra az árvizek megcsapolásához. Ez egy közel 35 milliárdos projekt. Itt ugye a Milotta térségében lesz a bevezető műtárgy, a beengedés a víznek, és a túrfolyóba fogjuk leengedni majd amikor az árvíz már egyment a tározónak a vizét. Emellett még infrastruktúrális beruházások is kapcsolódnak ehhez, illetve egy tiszaik vízkivétel is, hogy a Beregi térségben a vízhiányos területeket el tudjuk látni, főleg itt ilyen nyári időszakban, amikor látjuk, hogy milyen nagy aszály van, vízzel a csatornákat és élettereket biztosítani tudjuk a vidéken. Egy fontos kérdés még van, vidám kérdés, vagy egy örömteli dolog, hogy jubileuma is van ebben az évben a Feti Vízignek, van egy kiadványa, amely 60 éve jelent meg először, és azóta is folyamatosan olvasható, nézhető, és abban a legfontosabb hírek benne vannak. Mit kell tudni erről a híradóról? Hát ez tényleg egy nagy jubileum a vízügyi igazgatóságok között szétnézve, hisz más vízügyi igazgatóság is készít lapokat, de nem ilyen régen. Ezt azt kell tudni, hogy pont május hónapban, május 1-re jelent meg az első szám, ezzel debütált ez a híradó. Ha el szabad mondani, az akkori igazgatónk Jancsó Gyula találta ki ezt a
az ötletet, hogy valahogy tájékoztatni kellene a dolgozókat. A belső használatra készült. Elsősorban tájékoztatni kellene az eseményekről, és ezt valahogy meg kellene oldani, és akkor ő rendelte el, vagy indított el ennek az újságnak a kiadását. Akkor ugye ezt az újságot a dolgozók maguk szerkesztették, ugye tördelték, sokszorosították még stencilgépeken, ami ma is alapvetően ugyanígy történik, hiszen a dolgozók írják ezeket a cikkeket benne. Hát a körülbelül megszámoltam, 234 szám jelent meg attól az időszaktól, tehát 60 év alatt, ez nem kis munka, és hogy nem szakadt meg a folyamat, ezt nem is szeretnénk megszakítani. Tehát ugye, mert ez egyrészt az utókorral számára egy kordokumentum, mert ebből tudnak a kutatók történésekbe visszanézni. Másrészt tényleg egy leképezése az igazgatóság tevékenységének, tehát mindenképpen örülünk, hogy ez idáig nem szakadt meg, és tényleg van egy lenyomata az igazgatóság tevékenységének. Hát további 60 évet kívánok a kiadványnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. Köszönöm. Újabb templommal bővült a görögkatolikus egyházmegye Nyíregyházán. A Borbányán mintegy 300 millió forintból megépült bizánci stílusú épületet pünkös hétfőn fogják felavatni. A görögkatolikusok emellett decemberre tervezik a Szent Miklós székesegyház korszerűsítésének befejezését is. Ezzel a parókiával indult el 1995-ben a Borbányai városrészben a görögkatolikus egyházközség. A hívek a parókia épület alaksorában alakítottak ki maguknak kápolnát, a nagyobb ünnepeket pedig egy közeli római katolikus templomban tartották. 27 év várakozás után az álom valóra vált. Borbányának 2022 pünköst hétfőjétől kezdve saját görögkatolikus temploma lesz, amellyel immár 115-re bővül a nyíregyházi egyházmegye templomainak száma. A bizánci stílusú építményt a vértanú halált halt Boldog Romzsa Tódor Munkácsi megyés püspök emlékére szentelik fel, akinek csonterekjéit ebben a mészkőoltárban helyezik el. Olyan templomot szerettünk volna ide építeni, ami bizánci jellegű, de mégis szorosan kapcsolódik a magyarsághoz. Dr. Janka György, esperes parókos atya így talált rá a feldebrői altemplomnak az alaprajzára, amely bizánci jellegű, és szorosan kapcsolódik a magyarsághoz, hiszen Árpád-kori templomról beszélünk, Aba Sámuel királyunk építette. A borbányai templom görög-katolikus hagyományok szerint épült, a templomhajó centrális elhelyezésű, a szentély kelet felé néz. Két sekrestye van mellette, a kupola alatti ablaksor légiessé teszi a kupolát, a főbejárat felett karzat és imaterem helyezkedik el. Közel 120 fő befogadására alkalmas és teljesen akadálymentesített, valamint parkolók biztosítják a megállási lehetőséget a hívek számára. Bár a falfelületek még várják a szekkós díszítést, csak úgy, mint az oltár előtti ikonosztáz megépülését, a hívek már most is büszkék a mintegy 300 millió forint értékű beruházás eredményére, amely döntően kormányzati forrásból épült meg. Akár csak erre a kis harangra, amit Lengyelországban öntöttek a vértanú tiszteletére, és amely pünköst hétfőtől kezdve minden délben, valamint a szertartások előtt fog harangozni. Ez pedig már a Szent Miklós görög katolikus székesegyház, amely nem csak kívül, de belül is megújul, és a tervek szerint idén Szent Miklós ünnepére készül el. A nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus székesegyházat egy célzott kormánytámogatásból tudjuk felújítani. Ez kezdődött a tetőhéjazatnak a cseréjével, amely már befejező fázisába érkezik, valamint a külső homlokzatnak a megújítása. Ez a homlokzat újrafestését és nyílászárónak cseréjét jelenti. Ami nagyon látványos a templom belső terében, hogy közel 2200 négyzetmétert újrafestünk. Nemcsics Antal festőművésznek a képei levédésre kerültek, mivel műemléki templomról van szó, ezért műemléki engedély volt szükséges a templom újrafestéséhez. A képek levédése után tudtuk elkezdeni ezt a bizánci stílusú újrafestést. Hozzátartozik még a felújításunkhoz, hogy építési engedélyt kaptunk a sekrestye bővítésére. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi kicsinek bizonyul a papság számára, és egy nagyobb sekrestyével reményeink szerint december 6-ára, Szent Miklós ünnepére, a templom cím ünnepére sikerül befejezni a munkálatokat.
Seres Tamás ikonfestő, restaurátor, saját bevallása szerint az élet művét alkotja jelenleg, hiszen Közép-Kelet-Európában egyedülálló, hogy ugyanaz a személy készíti az ikonosztázt, mint a falakat díszítő szekkókat. Körülbelül egy 150 évig ikonosztáz nélkül állt ez a templom, és hát mint tudjuk, az a keleti egyháznak a hagyományához hozzátartozik ez a tulajdonképpen egy szentélyrekesztő, ami képekkel van díszítve. És hát nem restaurált, hanem új építmény. És ugye Kárpáti László tervezte meg ennek az állványzatát, és hát jó magam festettem bele az ikonokat 2010-12-től több éven keresztül. A régi képeket, amelyek itt voltak ugye fölöttünk a keresztboltozaton, hát azokat nem eltüntettük, hanem gyakorlatilag ezek le vannak védve, és ugyan rájuk került egy vakolatréteg, de ugye a műemlékvédelem felül ez egy elvárás volt, hogy olyan módon kerüljön rá a következő réteg, hogy az bármikor feltárható és eltávolítható legyen, tehát akár elméletben visszaállítható lenne az eredeti állapot. Ez a műemlékvédelmi része a dolognak. A másik az pedig az, hogy hát hogy hogyan készül egy ilyen, hát ugye ezt a festési folyamatot megelőzte egy hosszadalmas tervezési munka. Tehát körülbelül egy fél év volt a tervezői szakasz. Na most van egy egyházművészeti bizottság, aki jóvá hagyja a terveket. Tehát tulajdonképpen én készítettem nem egyedül, hanem egy ikonográfiai szakértővel, művészettörténésszel együtt egy koncepciót, egy ikonográfiai programot, amelyet a püspök, a helyi püspök, illetve hát a egyházművészeti bizottság igazított, később jóváhagyott. Itt vannak díszítőfestők, aranyozók, meg hát olyan kollégák, akik ikonfestéssel foglalkoznak szintén régebb óta is. Hát ők ugye a szentek ruháinak, kisebb-nagyobb díszítéseinek a megalkotásába vesznek részt. Itt a szentély mennyezete készül tőlünk jobbra. Most ott az Istenszülő, a központi figurája, egy trónuló Istenszülő ábrázolása a mennyezetnek. Hát én úgy gondolom, hogy az most számomra egy nagyon kedves vagy jól sikerült részlete a templomnak. Ugye egy nagyon érdekes színejátszós bíbor ruhát kapott a szűzanya, egy bordó alapon kékfényekkel modellált ruha ez, és hát a háttér pedig aranyozott lesz teljes egészében, úgyhogy ezen nagyon szépen ki fog emelkedni. Úgyhogy ezt nagyon várjuk már, hogy lentről látható legyen. Ahol pedig állunk, hát fölöttünk, ez pedig szerintem a legnagyobb vállalása, vagy a legnagyobb méretű feladat volt, hát egyáltalán az életemben eddig, meg hát egyébként is itt a templomon belül. Hát ugye amikor ide érkeztünk, ezt a hatalmas, már 12 méter fesztávú körülbelül keresztboltozatot, mikor ugye megláttuk és ugye álltunk alatta, akkor nem tudtuk elképzelni, vagy én legalábbis nehezen tudtam elképzelni, hogy fog megvalósulni. Úgyhogy, tehát ennek a nagyságát én így kiemelkedőnek gondolom. Egyébként hát viszonylag rövid idő alatt, egy 4-5 hónap alatt készült el tulajdonképpen. Ugye nyilván ugye megvoltak a tervek előtte. Hát egyébként a mennybe menetelt látjuk a fejünk fölött, ami hát abból a szempontból érdekes, hogy ugye egy klasszikus bizánci templomnak a központi egysége egy kupola, egy félgömb alakú kupola. Na most ugye ez itt nem volt adott, és ugye egy klasszikus bizánci templom képi programjához az tartozna hozzá, hogy középen egy nagy pantokrátor Krisztus ábrázolás legyen, többnyire egy fél alak. És hát azt szerettük volna, hogy ez a pantokrátor valamilyen módon megjelenjen itt, és ugye ez a mennybe menetel ábrázolás úgymond alkalmasnak tűnt erre, hiszen ezt négy felé elosztottuk a mennyezeten, és ugye az egyik cikkelybe a mennybe menő Krisztus, mint az a bizonyos kupolabeli pantokrátor jelenik meg, aminek olyan módon meg van is létjogosultsága, hogy valójában ezek a korai bizánci templomok esetében a tamburon, a kupola dobon valóban a mennybe menetelhez tartozó apostol figurák voltak valaha ábrázolva. Úgyhogy hát ez egy ilyen helyi építészeti lehetőségre alkalmazott ikonográfia.
A székesegyház felújításával párhuzamosan az idei nyár folyamán a nyíregyházi egyházmegye két alapkőletételre is készül. A tervek szerint ugyanis 2024-re Sóstóhegy és a Rozsdét szőlő is saját görög katolikus templommal fog gazdagodni. Élhető környezet, megfelelő szolgáltatások, sportélet, ezek jellemzik Rozsai települést. Vendégem Sztojka Zoltán polgármester, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy dolog készül Rozsájón, egy új bölcsőde épül. Kezdjünk ezzel, hogyan áll most az építkezés? Valóban haladunk, hála jó Istennek. Kell mondjam, hogy terveknek megfelelően egy icipici csúszás van, de ez szerintem mindenki érzékel, és sajnos az építőipari anyagoknak a nem is az áremelkedése, mert az is bőséges, hanem inkább az, hogy nem mindig áll rendelkezésre a faanyag, vagy amire szükség van. De én remélem, hogy az ütemtervet tudjuk tartani, és az idejében szépen be is fejeződik. És mehetünk tovább, lesz egy újabb szintér, egy újabb korosztálynak Rozsályban. Igen, hiszen iskola van, óvoda van, most akkor már lesz bölcsőde. Ezek szerint van erre igény, tehát általában azok szoktak bölcsődét építeni, ahol a szülők szeretnének már menni dolgozni, és ugye kell valahol 3 év alatti gyerekeket el tudják helyezni. Igen, hosszú távra tervez a képviselőtestület. Mi nagyon reménykedünk, hogy elő vagy utóbb a schengeni határ megszűnik Magyarország és Románia között, és akkor egy nagy városzat már németi, az teljesen karnyújtásnyira lesz Rozsálytól, a mi házunk bejáratától a Szatmárnémeti központ az 12-13 kilométerre van, ami nem távolság, és azt szoktam mondani, hogy nálunk általában jól érzi magát az ember. Rozsályról először országvilág akkor hallott komolyabban, bár azért van egy-két fontos szülötte a településnek, futballisták például, de ugye 2013-ban volt egy nagyon szörnyű jégverés, nagyon sok ház megsérült, kárt szenvedett, azóta sok minden telt el. Melyek azok a legfontosabb fejlesztések, amelyekre polgármesterként büszke? Valóban volt egy nagyon csúnya jégverésünk, és most így utólag meg kell köszönjük a jó Istennek, mert biztosan azért mérte ezt Rozsályra, mert más nem bírta volna elviselni. Ami a legfontosabb tanulsága volt annak az, hogy az emberek újra elkezdtek együtt dolgozni és beszélgetni, tehát valószínűleg a jó Istennek volt egy ilyen iránymutatás, hogy újra össze kell rázni ezt a közösséget. A legfontosabb teendőnknek ezt a közösségépítést tartjuk, hiszen a falu akkor ér, hogyha vannak benne közösségek. A fejlesztések tekintetében pedig megpróbálunk olyan irányt felvenni, amely akár a bölcsistől egészen az idősekig mindenkit ki tud szolgálni. Most jelen pillanatban sikerült felújítanunk a műfázunkat, a műfázban most szombaton is volt egy előadás, de mind a gyermekek, mind a felnőttek nagyon komoly, amatőr múltra tekintenek vissza. Több színdarabban rendelkezünk már, a gyermekek körülbelül 10-zel már, mi felnőttek azt hiszem 7-tel, és ez is egy nagyon klassz közösségépítő tér, hogyha szabad ilyet mondani, de infrastruktúrális beruházásainkban a Magyar Falu programon keresztül nagyon sok épületet újítottunk meg, ebben az orvosi rendelőtől, az óvodán keresztül, a hivatalig, az imént említett műfázon keresztül, és az idősek otthona is megszépült, egy teljesen új épület áll most már rendelkezésünkre, ahol szeretném majd a későbbiek folyamán egy kicsit bővíteni, tehát demens idősekkel is foglalkozni, hiszen sajnos ez a betegség, most már azt kell mondjam, a mindennapjaink betegsége. Közúthálózatunkat sikerült fejleszteni, és az idejében is sikerül felújítanunk az egyik hídunkat. Kevesen tudják, de Rozsályban 4 híd van, tehát még egy kicsikekel is annyi lesz, mint Budapesten. Kicsit nagyot lépünk előre, és reményeim szerint ez sikeres lesz ez a fejlesztés. Emellett pedig mindenütt másút megpróbálunk a szabadidős területre figyelni. Én annyira nem ismerem, de a fiatalok nagyon szeretik ezt a techballt, ezt a magyar találmányt. Ebben most 2 ilyen eszközt szabadtérre szeretnénk beszerezni, meg is nyertük a pályázatot, tehát nem csak szeretnénk, meg is fogjuk valósítani. Mint egy asztali tenisz, csak labdával játszak és lábbal. Igen, láttam már én is a tévében, én még nem... A Ronaldinho az egyik nagy követ ennek a magyar fejlesztésnek. Hát azt nem ígérem, hogy ő fogja ezt átadni Rozsályban, de remélem, hogy a fiatalok nagyon-nagyon fogják szeretni. De megpróbálunk minden szinteret mindenkinek biztosítani. Én azt szoktam mondani, hogy a munkahely mellett a második legfontosabb dolog az, hogy az emberek a szabadidejüket tudják hasznosan eltölteni.
és olyan helyre tudjanak menni, ahol jól érzik magukat. Reményeim szerint ez így is lesz. A sportról majd még a végén beszélgetünk, de akkor folytassuk a munkahelyen Rozsájon. Van munkalehetőség, vagy inkább ott megpihennek a lelkek, és más településre járnak el dolgozni? Mindkét élhető koncepció. Az az igazság, hogy egy kicsit szerencsés helyzetben vagyunk, ahogy említettem, műsorvezető úr, tehát az óvodától az iskoláig, a konyha, a idősek otthon, a házorvosi rendelő, mentőpont, rendőrőr, tehát nagyon sok olyan állami foglalkoztató van a területen, aki sok embernek ad munkát. A környékbeli településeken pedig a magánvállalkozások, tőkerős magánvállalkozások vannak, akár Tisztaberken vagy Gacsájban, és vagy egy picivel messzebb. Tehát ott is van egy felszippantó hatása a munkaerőpiacnak. Azt mindenképp nagyon várnánk, amit már említettem korábban, hogy Romániának adják meg ezt a zöld utat, a Schengeni határt, hiszen akkor nagyon közel kerül hozzánk egy nagyváros, amihez a korábbi folyamán az erdőháti térség, akár Rozsáj, Tisztaberek, Zajta, Mételek, Vacsáj vagy a többi falu, akit még itt sorolnom kellene. Gazdaságilag mi oda tartoztunk, ugye az volt a felvevő piaca az általunk megtermett termékeknek, és ez szintén egy nagy, nagyon nagy lökést adna a területünknek. Én bizakodó vagyok, de hát nem is tehetek más, nem? Hát hogyha a falu vezetője nem optimista, akkor milyen a többi? Nem csak a román határ van közel, hanem nincs túl messze az ukrán határ sem. Ugye mostanság elkerülhetetlen arról beszélni, hogy hogyan érinti a településeket, a határmenti településeket az orosz-ukrán háború. Rozsáj mennyire tudja, vagy kell, hogy kivegye részét ebből a konfliktusból, a menekültekből, ellátásából? Valóban elég közel van az ukrán határ is hozzánk. Településünk tagja a Városok Falvak Szövetségének, ez egy nagyon klassz kulturális szövetség, több település van benne. Kőszeg a legnyugatibb, Rozsáj a legkeletibb, Mátra-Derecske a legészebb, és Mohács azt hiszem a legdélebbi, de ebben többek között például olyan városok, mint Sárospatak, Sátoraljóhely, Hajdunánás, Csopak, Balatonfüred, Tihany, tehát nagyon komoly települések, Debrecen a vezetője, vannak benne. Rajtuk keresztül adománygyűjtésekkel foglalkoztunk, nagyon sok adományt kaptunk ezekből a városokból, én is köszönöm nekik, hogyha fogják majd egyszer látni ezt a riportot. És mi abban vettünk részt, úgy egyeztünk meg a testülettel, hogy mi segítjük azokat a befogadó állomásokat, amelyek nehezebb helyzetben vannak. Érdekességképpen azt nyit szeretnék még csak elmondani, hogy ameddig a Csengersőmely határátkelő helyen miniszterelnök úr nem járt, addig az egy elfeledett határátkelő volt, és nagyon sokáig a Rozsáji településen összegyűjtött adományokat tudták csak felhasználni. Ugye mindenki a ukrán határszakaszon lévő átkelőkre koncentrált, és közben a Csengersimai az elmaradt egy picikét, de hála jó Istennek azt kell mondjam, hogy meghallották a pusztába kiáltott szót, és én úgy gondolom, hogy most már ott is rendben zajlanak a dolgok. Családok vannak nálunk Rozsájban, tehát elhelyezve, ők egyrészt már, mint ahogy kint beszélgettünk egy picit, a gyerekek oda járnak hozzánk iskolába, ők gondolkodnak abban is, hogy talán inkább most itt maradnak, mert nem tudják, hogy milyen lesz még ez a háborús helyzet. Valóban van egy kis aggodalom bennünk, de bízunk benne, hogy a Jóisten tudja, hogy mit csinál. És akkor éhető környezethez a sport is hozzátartozik, és ezt azért is kérdezem ilyen intenzíven, mert ott nem csak polgármester, hanem nagy sportbarát, röplabdabarát, a helyi Igen. csapatnak az edzője. Mit kell tudni a rozsályi röplabdáról? A Rozsáj röplabdáról azt kell tudni, hogy ha jól emlékszem, jövőre lesz majd 50 éves, tehát egy nagyon komoly múltra tekint vissza. Pici településről van szó, tehát hogyha valaki nem hallott még a Rozsáj röplabdáról, nem fog bennünket szíven ütni, de azért egy-két szép eredményt értek el a srácok. Például 1985-ben a három nagy csapat mellett, akkor Salgó, Tarján, Kazinc, Barcika és Szeged mellett Rozsáj volt a negyedik döntős az IFI országos bajnokságban, és ott is nagyon szép eredményt hoztak a fiúk. Ennek a röplabdának a letéteményese annak idején Lackó tanárról volt, aztán Gombos Miklós tanárról, Schmidt Otto, Kicska József tanárról, és most egy kicsit rám maradt ez, na de hát valakire kell ez is maradjon. Amatőr megyei bajnokság volt, amit a Nagykállói Röplabda Egyesület szervezett meg. 8 csapat volt itt a megyében, ebben egyetlen egy falu vett részt, a többi az városról jött csapatok voltak. Itt Nagykállóról, Nyírbátorból, Fehérgyarmatról, úgy Fehértolról is érdekességképpen ki kell mondjam, hogy Debrecenből is volt egy csapat nevezve.
tehát volt egy kakukktojás is, és ugye Rozsály volt az egyetlen egy kis település. Én úgy gondolom, hogy szép eredményt értek el a fiúk, innen is köszönöm nekik, harmadikok bronzérmesek lettek ebben a bajnokságban, és kicsi egy ponton múlott csak az, hogy nem mi lettünk az ezüstérmesek, de hiszem azt, hogy így legalább van cél, amit ki tudunk tűzni magunk elé, és tudunk tovább menni. És a csapatnak a lényege a rozsályi születésű, vagy Rozsályon élő, vagy vannak igazolt játékosok is? A csapat gerince az javarész rozsályi, tehát azt kell, hogy mondjam, most gyorsan fejbe összeszámolom. Talán egy vagy két fő van a 12-ből, aki nem rozsályi, de az is környékbeli, tehát vagy zajtai, vagy csegöldi, de ők is mind rozsályba tanulták a röplabdát, tehát vagy az, hogy oda jártok hozzánk iskolába, vagy pedig annó valamikor nálunk kezdték ezt a röplabda pályafutást. Úgyhogy a csapat gerinc igen rozsályi. Most, hogyha furcsán is néznek a nézők, én már nem nagyon játszom, csak akkor állok be, hogyha rendet kell rakni a fiúk között, mert ugye itt ezek a harapós oroszlánok néha nagyon neki tudnak menni a háromnak, és olyankor kell a türelem, kell a nyugalom. De én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon ügyesek, jó a csapat. Én remélem, hogy a későbbi folyamán is tudjuk folytatni, és jönnek a fiatalok is fel, a fiatalabbak, a tizenévesek. Az őszi időszakban szoktam mondani, hogy mi ilyen falusi röplabda csapat vagyunk, tehát óraállítástól óraállításuk tudunk dolgozni, tehát októbertől március végig, mert utána ugye megindulnak a tavaszi munkák. Akkor minden héten pénteken 6 órakor találkozunk, és akkor egy gyors edzés után egy kis beszélgetés, talán még egy kicsit lazábbra is veszük a helyzetet, de egy közösség csiholó része ez is a röplabda valóban a rozsályi életnek. Polgármester úr, sok sikert kívánok a csapatnak, meg egyáltalán a településnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt, aztán várjuk máskor is. Mi köszönjük a település nevében, hogy gondoltunk rá, és Isten áldja magukat. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között az orosi hulladékudvar leégéséről is esik szó. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra.